Sziasztok, ez a 2022-es SciTech Megateszt, ami idén annyiban más, hogy meglepődtünk a versenyzőkön, mert mindenki tud idén pózolni, tehát ez nekünk egy komoly munka szokott lenni, hogy beállítsuk azokat a pózokat, amihez képes majd ugye változni fognak, és majd 4 hét múlva ugyanazt a pózt lefotózva meg tudjuk csinálni az értékelését a változásnak. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy nem lehet egy megatesztet azzal megnyerni, hogy valaki jobban pózol 4 hét múlva, hanem mi már az első alkalommal megtaláljuk a tökéletes pózt, ha meg tudjuk találni, és a második alkalommal, meg aztán a harmadikkal, ha tovább jut, stb., akkor ugyanazt a pózt fogjuk lefotózni, és az alapján nézzük meg, hogy az ívek mennyivel teltebbek, a váll, a kar mennyi ment le a derékból. Tehát ezt az esztétikai változást pontosan ugyanabban a pózban fogjuk értékelni. Ez nagyon lényeges dolog, így működik a megateszt. És ezzel nagyon sokat szenvedtünk, én még a nagyon régi megateszteken emlékszem, amikor elkezdtük ezt, hogy volt, hogy egy fél órát állítottunk valakit, mert az istenek nem tudtuk előhozni a hátát, vagy általában a hátpóz egyébként a leggyengébb, vagy a legnehezebb egy alapállásban hátat kihozni, vagy egy mellcsípővel. Csak ugye nem rogyasztva kell megfogni a lábat, hanem kifordítani, akkor lesz szíve. Jó, de ne izgulj ennyire. Nekem is volt egy ilyen. A sérülés, és az miatt korrigálni kell mindig. De szóltuk, hogy tudom. Megpróbálom beállítani neked. Ez csak. Ez ennyi. Ez így megy? Igen. És ugye a lényeg az, hogy ugye a bicepset húzod be ezzel. Tehát ezt húzod meg. Jó, most szimmetrikus? Ezt kell kinyitni. Csak ennyi. Tehát a karod az nem számít semmit, meg a vállal, csak ennyi tud, ennyi beállás. Alakul ez. Jó, nem kell az öklödben legyen az erő, csak itt legyen a... Jó, így lazába. Jó lesz, ez most az a tisztában vagy nem a világ legjobb póza, de ez jó lesz most. Nagyon jó haladunk, nagyon jó hangulat. Hát nagyon szigorúan, komolyan veszünk mindent. Előírás szerint van nekünk egy ilyen táblázatunk, hogy mikor, hány másodpercnél kell levegőt venni a stábnak, és nagyon szigorúan csinálunk. Tehát itt aztán hangulat, meg olyan, hogy röhögünk valamint az elő nem fordulhat. Szóval nyilván nem, véghülyéskedjük ezt az egészet. Hát ez az egyik dolog, ami miatt a maga a megateszt is, hogyha ide bejut valaki, akkor jó buli, mert itt nem egy ilyen feszült hangulata kell gondolni, mint ami mondjuk egy versenyen van, ahol amit is sokkal stresszesebb. Próbáljuk ezt a stresszt oldani, és egy-kettő izgulós versenyző van, de igazából szerintem elég hamar csinálunk velük mosolygós képeket, főleg a csajokkal. Háromféle tesztcsomagunk van. Ugye a megateszt arról szól, hogy a megateszt versenyzőknek adunk táplálékkiegészítő csomagot, hogy segítsük a felkészülésüket, ők meg nyilván oda teszik magukat, hogy a következő képre minél jobb állapotban jöjjenek ide. És háromféle csomagunk van, ugye 3 szintre lehet tovább jutni. Itt van elsőnek a fehérje, ami a tudomány mostani állása szerinti legjobb, legmagasabb csúcsminőségű fehérje, ez van a tesztcsomagban. A következő pedig a multivitamin, ugye, ami táplálkozási szempontból alapvető, ezt nem kell ragoznom. Aztán mentális fókusz fokozó, aminek ugye az a célja, hogy oda tud magad tenni az edzésen, oda tud figyelni, meglegyen a maximális koncentráció, eredményes legyen az edzés munka, ugye erre megyünk legjobban. Aztán, hogy ez a fokozott terhelés, ez rendben legyen ízületi szempontból is. Hát ezt most hivatalosan nem is tudom, hogy hívják, porcvédő vagy porctápanyag, kiváló minőségű, ez is csúcs technológiás készítmény, ami benne van a mostani csomagban. Ez az alapcsomag, és a továbbjutóknak majd innen fogunk tovább menni egy még komolyabb csomaggal. Ugye első körben 150 versenyzőnk van, 50 lány, 100 fiú, szerintem jövőre fordítsuk meg. Nekem jobban tetszen 100 lány és 50 fiú, vagy 140 lány, 10 fiú, vagy valami ilyesmi arány. Nem, hát nyilván csak viccelek, nem csak a mi szórakoztatásunkról van itt szó, hanem arról, hogy komoly sportértéket hozzunk létre ezzel a rendezvény sorozattal. És hát ugye 4 hét múlva innen le fogjuk felezni a mezőnyt, 25 lány megy tovább az 50-ből, 100 fiúból 50 fog tovább menni. Nyilván akik többet fejlődnek ebben a 4 hétben, ők fognak majd tovább jutni. Tesztnaplót is kell egyébként vezetniük, amiből mi megpróbálunk információkat szerezni arról, hogy milyen a sztori, hogyan megy az edzés,
de ez is nálunk egyébként egy ilyen szelekciós eszköz. A tesztnapló az egy kicsit ijesztő, ugye elsőre nem annyira nagy dráma, de vezetni kell. Tehát valami szempont nekünk kell ahhoz, hogy eldöntsük, hogy ki tudja megnyerni a megatesztet. Ez nem testépítő verseny, nem az fog nyerni, akinek a legjobb a fizikuma. A végén lesz egy csomó versenyző, aki tök jót változott innen ide, és nem fogjuk tudni eldönteni, meg fogjuk nézni a tesztnaplót. Amikor kettő bejegyzés van, a másiknak meg 127, akkor nem kell gondolkoznunk rajta, hogy ki nyer. Megjegyzem, tavaly elvéreztek sokan, mert a harmadik körbe azt hitték, hogy tesztnaplót már el lehet engedni, és ezzel ki is estek. Tehát ez az alapszabály meg a tesztben, hogy változni kell, edzeni kell, minél többet fejlődni, és meg tesztnaplót kell hozzá vezetni. És aki ezt megcsinálja, és sikerül nagy változást elérnie, be fog jutni a legvén a döntőbe, amit még el sem tudunk képzelni, hogy milyen lesz, mert tavalyi évből is csak a tavalyi évből indulok ki, iszonyat komoly változások voltak, de mi nagyon felkészülünk egyébként arra, hogy alaposan tudjuk tanulmányozni az elkészült fotókat, tehát erre majd megvan a módszerünk, hogy hogyan fogjuk ezeket tüzetesen átnézni. Én mindig amiatt aggódok, hogy ugye 4 hét alatt is nem lehet olyan nagy változást csinálni, és mindig aggódok amiatt, hogy ezt meg tudjuk tényleg állapítani, hogy kifejlődött többet, de általában a valóság rácáfol ezekre a filmekre, és nagyon brutális változások szoktak lenni már az első 4 hétben is, tehát látszik, hogy ezt a megateszt versenyzők komolyan veszik. Ez nem az az időszak, amikor heti 3-at edzünk, ez nem az az időszak, amikor 20 percet kardiózunk, hanem általában ezt el szoktam mondani mindenkinek itt az előtérben, amikor fogadom őket, hogy vigyázzunk ezekre a dolgokra, mert a melletted ülő az pontosan tudja, hogy ő többet meg jobban akar edzeni, mint te, mert ő akar nyerni.